Harmadik dolog, e világnak a fejedelme megítéltetett, itt egyértelműen a sátáról van szó. A sátánnak több korszaka volt a történelemben. Az Ádám teremtése után nem akkor kezdte el a pályafutását, hanem jóval előtt. Legalább Ádám teremtés előtt kettő vagy három korszaka volt az angyaloknak. Beleértve a Lucifernek is, aki adja. Egyrészt az ártatlanság ideje, amikor az Istenek az édenyében tökéletesek voltak. Második a bűnbeesés utáni, vagy a romlásnak, a hanyatlásnak az időszaka. Nem tudjuk megállapítani pontosan a Bibliában, hogy ez hirtelen történt, vagy huzamos ideig. Én feltételezésem szerint Isten várt, tehát nem azonnal történt a Luciferrel való leszámolás, ilyen a mennyből való kitaszítása, mert látjuk az Ádám teremtése után is a folyamatot. Tehát nyilvánvalóan lehetett egy olyan korszak, aminek az emlékeit látjuk a földi életben, hogy a föld az biztos, hogy nem 6000 éves. Vagy a fizikai látható világ. Sok jel mutatja. Akkor vannak még rejtett dolgok. Levitán, Rahab kérdése a Bibliában, ősföld, stb. Ezek olyan rejtélyek, amelyeket azért nem tár fel a Biblia, mert a Biblia az emberi nemnek adatott, és az emberi nem üdvösségét szolgálja, nem az angyalok világában lezajlott lázadásokról, civilizációkról, ami Ádám előtt történt, arról nem számol be, de vannak rejtjelek a Bibliában, amely utalásként tartalmaz, de ezekből az utalásokból azért pontos képet nem lehet fölállítani, de feltételezéseket igen. A következő, a harmadik, még az Ádám korszaka előtt, amikor a föld tohu és bohu lett, amire vonatkozóan ugye sok mindent lehet elmondani ezzel kapcsolatosan, hogy miért lett tohu-bohu, mert biztos van egy-két bibliai hely, ahol a Földnek a teremtését leírja, hogy teremtette az Isten az ősföldet, és az a Föld, az az állapot, amit az 1 Mózes 1 mutat be, az már az Isten ítéletének a következménye, és nyilvánvalóan ez volt az a harmadik korszak, ami megelőzte az angyalok történetében, ami megelőzte a mostani világ korszakot. Világos? Majd egyszer részletesen elmondjuk. De nagy rejtélyek vannak a Földön. Itt a Föld keletkezésével kapcsolatosan is ugye Rahab szó annyit jelent, hogy morajlás, robbanás. És ezért nem lehetetlenség, hogy azt, amiről a természettudomány beszél az ősrobbanásból, hogy ez pontosan az Istennek az ítélete következtében, sokan ezt feltételezik, vannak rá Biblia, hogy a Földet, tehát az ősföldet egy kozmikus katasztrófa érte, egy másik bolygóval ütközött, és a Földnek az alakja, az ősi Földnek az alakja más volt, mint most. De ebben ne menjünk bele, majd egyszer részletesen, meg nagyon körültekintően kell ezekkel kapcsolatosan az utalásokat végignézni. Én csak annyit utaltam erre, hogy a keresztények ne hangsúlyozzák nagyon, hogy a Föld 6000 éves. Az embernek, az ádámi nemnek a története, az nyugodtan mondható, hogy 6000 éves. 6000 évet mondhatjuk ennek a világkorszaknak, nyilván megvannak a jelei, az idők jelei, stb. Ez korrekt, de a Földnek, meg a látható fizikai világnak az életkora biztos, hogy nem 6000 év, ennél idősebb. És nem lehet kizárni azt sem, hogy az Ádám előtt nem csak angyalok léteztek, hanem voltak angyalok által létrehozott törzsszülöttek. Tehát a törzsszülöttek nem csak Noé korában születhettek, a nefilimek, hanem voltak Ádám előtt is törzsszülöttek, mert egyértelműen, hogy a Föld katasztrófa sújtott a terület lett, és akkor itt van a Tehum kérdése, hogy miért beszél a Biblia mélységről, hogyan jött ez ki. Nagyon érdekes dolgok ezekkel kapcsolatosan. A lényeg az, hogy Lucifer
nagyon régi pályafutás futott be már az ember teremtése előtt, és sajnálatos módon az embert is le tudta győzni, megszerezte az e világ fölötti hatalmát, holott az volt az embernek a célja, hogy az emberen keresztül mérjen Isten vereséget, és számolja föl emberen keresztül, itt a látható fizikai világban az ellenségnek az uralmát. Ez ugye az első verzióban meghiúsult a bűnbeesés miatt, és ettől lett a sátán e világ istene, és ezért az evangélium elején a sátán úgy mutatkozik be Jézusnak, hogy az egész földnek a hatalma, nemzeteknek a dicsősége az enyém, és neked, nekem adatot, és neked adom, ha imádsz engemet. De olvasd tovább az evangéliumot. Jézus megjegyzi János evangélium 12. fejezetében a letartóztatása előtt, hogy most van a világnak. A magyarban sokszor azért nehéz értelmezni a dolgokat, mert néha a világ és a korszak össze van keverve, nem tesznek a fordított különbséget a világ és a korszak között, pedig nagyon lényeges, különösen a sátánnak a világ történelmi, illetve a pályafutása során megkülönböztetni a világot a korszaktól. Az ajon az nem a világ. Nyilván az ajon, a korszak a világra is vonatkozik, de a kettő között lényeges különbségek vannak, tehát ezért pontosan kell visszaadni. Ez az egyik. A másik pedig a fordításokban, de most már be kell fejeznem, érzem, mert nagy baj lesz velem, hogy amikor örökkévalóságról beszél, nagyon sokszor világkorszak sincs, csak korszakról beszél a Biblia. Mert az örökkévalóság az örökkévalóság. Annak nincs vége. A korszaknak pedig van a korszak az, aminek van eleje, van vége. És legtöbbször a Biblia, sajnos úgy adják le a magyarba is, úgy fordítják le a Bibliát, hogy a korszakokat rendszeresen örökké valóságnak fordítják, és ezért az emberek nagyon nehezen tudják megérteni a korszakoknak a korszakokra vonatkozóan Istennek a programját, Istennek a kijelentését, Istennek az igazságát. Tehát ezek nagyon mély dolgok, és ebből a szempontból még az új fordítást is át kell gondolni, és vissza kell adni az eredeti szöveget, mert egyre világosabbá válik az emberek számára, lévő emberek számára, hogy itt sok rejtély van, és nem szabad a kettőt összekeverni, bele tolni a korszakot a világba, mert a kettő nem ugyanaz, tehát világossá kell tenni, hogy itt korszakokról van szó, és a korszakok között van egy korszak feletti történet, nyilván a Mesiásnak a története is az, de maga a gonoszságnak, a rossznak a története is folyamatos. És a nagy hír, amiben mi belekerültünk, és amiben tulajdonképpen olyan kiváltságos helyzetben vagyunk, hogy pontosan ebben a világkorszakban záródik le, indult el a lezárása ennek a világnak az istenének, tehát a Lucifer pályafutásának a lezárása, és ezért mondta is Jézus Krisztus a letartóztatása előtt, hogy most van e világ istenének a kivettetése, tehát a mennyei Sanhedrinből, mennyei tanácsból levetik, a Jobb könyvét, ha elolvassátok, bejárhatott Istenhez, ennek ki lett zárva, elveszítette a pozícióját a názáreti Jézus Krisztus golgotai kereszt áldozata által, és még egy nagyon lényeges dolog van, amit sajnálatos módon sok keresztény nem ért meg, hogy jogilag, ami nem személy, a tény ugye de facto és a de jure különbséget kell tenni a közötte, jogilag Jézus Krisztus megsemmisítette a sátán hatalmát a világ fölött, de tényszerűen még fönnmaradt. Pontosan ennek a korszaknak ebben van az ellentmondása és a feszültsége. Hogy tényszerűen meg tudta őrizni a sátán a világ fölötti hatalmat, de jogszerűen, igazság alapján, jog és az igazságosság, itt teljesen egybe van ezzel a kapcsolatosan, az megszűnt a sátánnak a hatalma, és pontosan erről beszél Jézus. Tehát éppen azért, akik a názáreti Jézus Krisztusban hisznek, Jézus Krisztussal együtt élnek, azokra már a sátánnak, azokra vonatkozóan sátánnak már nincsenek jogai, nincs hatalma fölöttük, ők már tudnak uralkodni e világ istene fölött, és nem osztoznak a sátánnak a sorsából, és ezért a megtérés, az újjászületés hatalmas nagy, minden szempontból
pozitív következményekkel jár a hívő ember életében, mert ugye Isten azt mondja, Jézus Krisztus azt mondja, Máté 25-ben, ugye gyorsan, vázlatosan foglalom össze ezeket az alap igazságokat, hogy a örök tűz, ami több, mint a pokol, az nem az ember számára lett teremtve, hanem a sátán számára és az angyalok számára. És itt is van egy érdekes. Ez az örök tűz mikor lett teremtve? Nyilván nem a mostani világ teremtésekor, nem Ádám teremtésekor, hanem már jóval előbb. Mi emberek belekerültünk ebbe a történetbe, de ebben a történetben két lehetőségünk van éppen ezért, hogyha nem veszünk tudomást a názareti Jézus Krisztusnak a golgotai győzelméről, hogy lefegyverezte őket, fogságba helyezte az ellenséget, akkor osztozni fogunk abból az ítéletből, amit Isten már az ember teremtése előtt elhatározott, a sátán számára, bukott angyalok számára, és ez a kárhozatnak és az elvesztése, az emberi élet értelmének, az elvesztésének a lényege. Értitek? Nem? Tehát, hogyha az ember nem fogadja el a názáreti Jézus Krisztusban Istennek a tervét, hanem azonosul továbbra is Istennek az ellenségével, például bűnben él, mert a bűnnek a szerzője is az ördög, ő hozta be ezt az újítást, Ádám és Éván innovációt idézőjelbe mondom, Ádám és Évának az életében, és ezzel megnyitotta az ajtót az kísértő, hogy az ítéletéből az emberi nem részesülhessen. A evangélium pedig pontosan megteremtette azt a lehetőséget, hogy az ember kikerüljön abból az ítéletből, amit Isten már eleve elhatározott az ember teremtés előtt, de nem volt jog hatályba kikiáltva, a bíró nem mondta ki, hogy el van ítélve, mert várt Isten még az ellenség munkájára is, de ez történt meg a Golgotai kereszten, hogy a názáreti Jézus Krisztus halálával, föltámadásával végérvényesé vált, hogy a sátán számára, a bukott angyalok számára, démonok számára, mindazok számára, a lények számára, akik már az ember előtti korszakokat is pokollá tették, nincs kegyelem. De azoknak az embereknek sincs kegyelem, akik ezzel a rosszal és a rossznak a megtestesítőjével azonosulnak. Ezért szólítja föl az Isten az embert. Ember, vagy Istennek a szolgája vagy, vagy az ördögnek a szolgája vagy. De tudd meg, hogyha a bűnt cselekszed, mert a bűnben leledzik az ördög, ahogy mondja János, akkor tudjad meg, sors közösséged válasz vele. Most is az életed fölött joga van, nem érvényesül a megváltás, és nem csak joga van az életed fölött, hanem osztozol abból az ítéletből is, amit Isten eltervezett már, mert az ítélet hozatal és az ítélet végrehajtása között, például van 1-2 ezer év minimum, látjuk, van ma is ilyen bírósági rendelet, vagy határozat, hogy elítélik a bűnöst, mondják, hogy mehetsz haza, majd kapod a meghívót, utána jössz be 4 évre letölteni a börtönbüntetést. Ugye van ilyen? Tehát ugyanezt történt. Az evangélium, Jézus Krisztus keresztje halála kimondta az ördögre, és mindazokra, akik ővele azonosulnak az ítéletet, nem fogja Isten ezt a határozatát soha megszegni, megváltoztatni. E fölött nincs kegyelem. Csak úgy van az embernek a kegyelem számára, hogy azt mondja az ember, nem fogok azonosulni az ördöggel. Nem fogok bűnben élni, nem akarok osztozni abból az ítéletből, amit az Isten az ördögre, a sátánra mért. Meg akarok Istenhez térni, Jézus Krisztussal akarok együtt élni, hogy Jézus Krisztusnak az áldásából, kegyelméből, dicsőségéből részesüljek. Amen. Ezért jön a Szentlélek. Ezért jött, hogy erről meggyőzön tégedet is, engemet is, minden embert, hogy ma döntsél Jézus mellett, és ne az ördögöt szolgált, hanem Isten szolgált. És élni fogsz, meg fog menekülni a lelket.